Sorunk igaz történeteket dolgoz fel. Személyazonosságuk és becsületük védelmében a szereplők neveit megváltoztattuk. Mai adásunk tartalmából... Zárjon le, hogy én felszállhassak! Matt! Ellökött egy nőt, úgyhogy itt az ideje, hogy ezt visszakapja. Szóval mi a helyzet? Erről most nem szeretnék beszélni. Valami nagyon nem stimmel vele, és jobban teszi, ha ezt most elmondja. Nem kérdezgettek már eleget ezen a héten? Minél előbb kivisszük innen a kocsit, annál jobb. Mi folyik itt? Froy, fegyver van nála. Ezt maguknak köszönhetik. A behajtók. Ne feledd, ha nem fizetsz, könnyen bajba kerülhetsz. Igen. Jó napot, a belbiztonságiaktól jöttem. Egy bizonyos Fräulein Tesserót keresek. Én vagyok az. Nagyon jó. Tudja magát igazolni? Persze. Akkor tegye meg, legyen szíves. Akkor mehetsz vissza Mexikóba, haver. Közben én is mutatom az igazolványomat. Uraim, kapcsolják ki a kamerákat. Itt valami nagyon nem stimmel. Froy belekeveredett valamibe, amiről mi nem tudunk. Nem érzem túl jól magam ma. Igen, hallottam, de majd később biztos jobb lesz. Nem tudom, szerintem öregszem. Jaj, ne mondj ilyeneket. Én egy kicsivel idősebb vagyok nálad, és ez nem hangzik túl jól. Igen, de én nagyon keményen éltem. Hát igen, ez itt a probléma. Nekem is kemény életem volt, de nem úgy, mint neked. Hát igen, most már vissza kell vennem. Ismét a fizetés elmulasztása miatt kell lefoglalnunk egy járművet, és a cég egy kertészet címét adta meg, ami nagyon jó, mert a targonca mellé elvihetünk néhány virágot is. Az ilyen nehéz gépek esetében az emberek általában úgy gondolják, hogy egy darabig fizetnek, és mivel már elég nagy összegről van szó, egyszerűen csak abba hagyják a fizetést, és úgy érzik, övék a járgány. Pedig ez nagyon nem így van. A kereskedő neve Hero, elég érdekes név. Milyen évjárat? 2009-es? Igen, az. Akkor ez egy drága járgány. Nem akarok pesszimistának tűnni, de ez egy hatalmas terület. Ez a targonca pedig bárhol lehet, szóval elég nehéz lesz megtalálni. Egynél több ilyen targoncájuk van? Igen, sokkal több van. Jól van, tudod mit? Itt ki tudsz állni. Oké, lehet, hogy... Igen, akkor nézzük meg. Maradjatok itt. Akkor hajrá. Menj előre. Oké. Jó napot! Jó napot, maga Hero? Hero? Nem beszél angolul? Nem értem. Jól van, le kell foglalnunk ezt a targoncát, szóval szeretném elkérni hozzá a kulcsot. Szép fák. Tudom, hogy a magáé ez a kereskedés. Jó, igen, igen. Értem, de azt is tudom, hogy biztosan beszél angolul, mert különben nem tudná vinni ezt az üzletet. Ha ez a fickó azt hiszi, hogy átverhet ezzel a nem beszélek angolul trükkel, akkor nagyon téved. El fogom vinni a targoncáját, és közben még angolul is megtanítom. Maga Hero? Hero? Maga Hero? Ő az. Jól van, maga az? Egyáltalán nem beszél angolul? Nem beszél angolul? Angol? Nem. Tegyen nekem egy szívességet, jó? Kérem, uram, szálljon le onnan! Biztos, hogy ő az? Igen, biztos, úgyhogy menj és hívd ide Ricket! Jól van, már megyek is. Én meg addig leszedem innen. Maradj csak itt. Hero, szálljon le, kérem! Uram, uram! Sonja szereti a főnököt játszani, de most nagyon nem tetszett, ahogy ezzel az emberrel beszélt. Biztos volt benne, hogy ő a tulaj, pedig lehet, hogy köze sem volt az egészhez. Uram, szálljon le onnan! Gyerünk, szálljon már le! Szálljon már le, hogy felszállhassak! Mit képzel magáról? Szálljon le! Gyerünk már! A fenébe! Matt! Hozd a kocsit! Oké. Jól van, gyere ide! Állj meg! Gyerünk, szállj be! Oké, mehetünk. Ekkora egy bunkót.
Nyelvi nehézségek ide vagy oda, egy nőt nem lökünk le a földre. Úgyhogy most itt az ideje, hogy ezt visszakapd. Most meg hová mész, mi? Hová mész? Hová akarsz menni? Hé! Úgyis elkapok. Gyerünk, Matt! Hagyják abba! Most meg hova megy? Hova megy? Hát ennek meg mi baja? Na jó, elég a játszadozásból. Gyere ide! Gyere ide, azt mondtam. Igaz, hogy ezt a fickót el akartam kapni, de igazából a targoncáért jöttünk, úgyhogy bujócskázzon mással. Hé, tűnjenek el innen! Jobb lesz, ha azt leteszi. Esküszöm, hogy nem félek használni. Magának fogalma sincs, mi folyik itt, úgyhogy azt tegye le, rendben? Előbb tűnjenek el innen! Tegye le ezt a botot! Mindjárt hívom a rendőrséget. Figyeljen ide, csak hallgasson meg, rendben? Mi azért vagyunk itt, hogy lefoglaljuk ezt a targoncát, ugyanis nincsenek kifizetve rá a részletek. A bank küldött minket, és mivel nem ért angolul, magát kérném meg, hogy kérje el tőle a kulcsot. Ő a rokona? Igen, a nagybátyám. A nagybátyja, rendben. Akkor csak kérje el tőle a kulcsot, hogy el tudjuk vinni a targoncát. Mondja el neki, hogy kik vagyunk, és hogy miért jöttünk. Jól vagy? Uh-huh. Ellökött? Igen, de jól vagyok. Tudod a nő nevét? Nem, ugyanis épp egy bottal fenyegetőzött. Csak hozza ide. Jól van. Elnézést, nagyon sajnálom. Semmi baj. Figyeljen, mondja meg neki, hogy nyugodjon meg, és elnézést kérek a nyelvi nehézségek miatt, jó? Jól van, várjon egy kicsit. Mondja meg neki, hogy elnézést kérünk, de nem tudtuk, hogy nem érti, amit mondunk. Nem értem, hogy Matt miért kért bocsánatot ettől a fickótól. Én még mindig úgy gondolom, hogy tud angolul. Rendben. Elnézést, nem akartuk. Ezt szeretnénk odaadni önöknek, bocsánatkérésképpen. Nagyon sajnáljuk. Van egy olyan érzésem, hogy ő nem ezt mondja, de rendben van. Ő is sajnálja. Jól van, elfogadom. Köszönöm. Nagyon sajnáljuk. Nem fog nekem ugrani, ugye? Nem akar nekem jönni majd, ugye? Jól van. Nem, ő is nagyon sajnálja a történteket. Elnézést! Már meg is van. És további szép napot! Indulás! Vigyázat! Küldetés teljesítve. Nálunk van a targonca, és még egy virágot is kaptunk ajándékba. Ezt megtartom. Csinálunk egy képet, ahogy fogod azt a virágot. Készen állsz? Igen. Oké. Jól van, menjünk. Jó. Szereti a port? Hogy mit? A port. Ez a fickó nem csak egy egyszerű sofőr, még port is árul. Szóval mi a helyzet? Semmi, most nem szeretnék erről beszélni. Mindig találsz valami kibúvót. Mégis mi történt? Te hányszor kértél már, hogy ne beszéljünk bizonyos dolgokról kamerák előtt? Na, én most pont ugyanezt kérem tőled. Lehet, hogy már nem vagyunk házasok, de én még mindig törődöm Froy-jal. És ha a belbiztonságiak ki akarják hallgatni, akkor az valami nagyon komoly ügy lehet. Én csak megkérdeztem, hogy mi a helyzet veled. Semmi hátsó szándék nincs bennem. Tudod, hogy nekem bármit elmondhatsz. Jó, de ezt nem most kell megbeszélni. Most először csináljuk meg a melót, aztán majd később elmondom. Tudom, hogy aggódsz meg, hogy kíváncsi vagy, de most inkább koncentráljunk a munkára. Aztán, ha nagyon akarod, akkor később beszélhetünk róla. Jól van, ne húzd fel magad. Nem húzom fel magam, csak már unom, hogy egész este ezzel nyaggatsz. Froy azt hiszi, hogy minden helyzetet meg tud oldani, de az eddigiekből nem ez látszik. Egy 2000-es városi Lincoln-t keresünk. Oké, valahol itt kell lennie. Nem tudom. Szerintem ez lesz ez. Jól van. Városi autó? Igen. Ott van egy olyan autó, de nem látom a rendszámát. Te látod? Nem. Szóval akkor nem mondasz semmit? Megnéznéd a rendszámát? Ezt a melót meg kell csinálnunk.
Valaki van ott a kocsinál, nézd meg a rendszámot. Oké, megnézem az elejét. Egy kicsit arrébb tudnának állni, mert nem sokára mennék tovább. Igen, majd arrébb állunk. Ha Sonja inkább a munkára koncentrálna, ahelyett, hogy engem próbálna faggatni, akkor sokkal hamarabb végeznénk. Nem kérdezgettek már eleget a héten? Bocsánat, maga mit csinál? Magáé az autó. Igen, de ki kérdezi? Én kérdezem. Hé, álljon meg! Le kell foglalnunk az autóját. Micsoda? Jól hallotta, el kell vinnünk ezt az autót. De hisz rendesen fizetem a gyerektartást. Ennek semmi köze a gyerektartáshoz. Hé, álljon már meg, mit csinál? Itt van a papír arról, hogy el kell vinnünk az autóját, mert 5 hónapja nem fizeti. Ezért vagyunk itt. Ez hülyeség. Hé, nehogy már kitépje a kezemből. Nem hittem el ezt a fickót. Az első dolog, ami eszébe jutott, az a gyerektartás volt. Biztos még sok dolgot nem fizetett rendesen. Nem tetszik a hozzáállása. Hadd nézzem meg. Békén hagyna a kocsimat, kérem. Vele beszélgessen ő a főnököm. Itt a felszólítás a kezemben, szóval hadd tegyük a dolgunkat. El kell vinnünk az autóját. Hagyja békén az autómat. Nem megyek sehova. Hagyja abba, én próbáltam normális lenni magával, és meg akartam mutatni a papírokat. Mi a francot keres neki? Most mondtam el. Menjenek innen, én fizetem a számláimat. Akkor miért kellett ide jönnünk? Tűnjenek el innen! Maga tűnjön el innen! Végigkarcolja a kocsimat, ember! Ha ez a fickó tovább bosszant, akkor nem csak az autóját fogom végigkarmolni, de a képét is. Tűnjenek már el innen! Másszon ki az arcomból, jó? Mondja meg a barátjának, hogy hagyja békén az autómat. Jól van. Hé, vegye már le a kezét az autómról, mi a fene folyik itt? Ez a fickó hív engem ízlésficamosnak. Ő, aki tetőtől talpigről helyesen néz ki. Talán nézzen tükörbe, mielőtt bárki mást leszólna. Milyen messzire akar még elmenni? Hogy fogok így pénzt keresni? Hogy fogom kifizetni a hülye számláikat? Most egy üzlettel keresni fog 5000 dollárt. Igen, azt hiszem. Tényleg? Igen, nem sokára jönnek. És 5000 dollárt fognak fizetni magának? Szereti a port. Micsodát? A port. Nem tudom, miről beszél. Most már világos, hogy ez a fickó nem egy fuvarral fog 5000 dollárt keresni. Egyértelmű, hogy nem csak egy egyszerű sofőr, hanem port is árul. Adja oda a kulcsot és pakolja ki a cuccait, ennyire egyszerű. Figyeljen ide, nekem ez a munkám, ez itt a mindenem. Én nagyon keményen dolgozom azért, hogy be tudjam fizetni a számláimat. Úgyhogy maga most az utamban áll. Nekem dolgoznom kell. Ez a pasas egyszerűen szánalmas. Az előbb még drogokról beszélt, most azt hajtogatja, hogy ő milyen keményen dolgozik. Tudja mit? Még 2 perc, és aztán mindent elviszünk innen. Jól van, csak nyugalom. Odaadom a kulcsot. Jól van. Itt van a kulcs. Vigyék. Ezt nem hiszem el. Vegye ki a cuccait. Jaj, elnézést. Jól van, Sonja. Nálam van a kulcs. Pakoljon ki mindent. Tudnának adni valami papírt, hogy hova kell mennem? Már is egy pillanat. Sonja, add oda neki a papírokat. Nem hiszem, hogy ez tetszeni fog nekik. Tessék. Köszönöm. Sonja. Elegem volt ebből a fickóból. Először a gyerektartásról magyarázott nekem. Aztán drogot akart eladni nekünk a kamerák előtt. Komolyan el kellene gondolkodnia az életén. Nem tudom, hogy ez az ember egy limuzinsofőr volt, aki mellékesen drogot árul, vagy egy drogdíler, aki mellékesen limuzint vezet, de az biztos, hogy szörnyen végzi a munkáját. Túl sok időt hagytál neki a végén. Nem akartam beülni a kocsiba, hogy aztán a pótkulccsal esetleg beindítsa az autót, aztán elhúzzon. Igen, tudom. Na jó, akkor majd az irodában találkozunk. Jó, megyek utánad. Ez hihetetlen. A Ventura jobbra van, vagy balra? Hát ez jó kérdés. Ez csak ott van. Ventura kanyon jobbra. Miután Freud többször is behívták kihallgatásra, mondtam neki, hogy az lesz a legjobb, ha most a munkára koncentrálunk, szóval szerintem ezt fogjuk tenni. Freud és én újra együtt. Messze van még? Még úgy 400 méter. Egy 2007-es ezüst színű Cadillac-et keresünk. A tulaj egy bizonyos Kathleen, aki valószínűleg ír származású. Egy olyan esethez küldtek ki minket, ahol a tulaj már 4 hónapja nem fizeti a részletet, és ráadásul egy nagyon rossz környéken lakik. Szóval, minél hamarabb kihozzuk onnan a kocsit, annál jobb. Na jó, lassíts le egy kicsit. Itt kéne lennie valahol. A szányos szám. Hol lehet a kocsi?
Végül megtaláltuk az autót, és senki nincs a közelében, szóval csak gyorsan felakasztjuk a vontatóra, és már mehetünk is. Nézd meg a másik oldalt, Léci. Oké, ez jó lesz. Mi folyik itt? Kathleen? Mit csinálnak itt? Kathleen? Mi van? Maga Kathleen? Nem mindegy, kik maguk, és mit művelnek az autómmal? Végrehajtók vagyunk. Legyen olyan kedves, és higgadjon le egy kicsit. Mit csinálnak az autómmal? Mondom, végrehajtók. Tudja, mit jelent? Hogy micsoda? Végrehajtók vagyunk. És mik ezek a kamerák? A kamerák? A kamerák az ön és a mi védelmünk érdekében vannak itt, érti? Milyen védelemről beszél? Ha bármi olyan történik, akkor azt vissza lehet nézni a felvételen. Ez egy nagyon jó ötlet, ugyanis maguk most az én házamnál vannak, úgyhogy inkább fogja azt a nagy kopasz fejét, meg az autóját, és menjen el a kocsim közeléből. Hölgyem, nyugodjon meg, kérem. Mi nem azért jöttünk, hogy veszekedjünk magával, szóval nyugi. Aha. Csak annyit kell tennie, hogy hívja fel a bankot, mivel már egy ideje nem fizetett. Ez nem igaz, ez nem egy 2012-es autó, hanem egy 2007-es, és tudja, mit jelent ez? Igen, tudom. Azt jelenti, hogy rendesen fizetem a részleteket, szóval nekem nem mondja azt, hogy... Már az előbb is hallottam, nem kell kiabálnia. Nyugodjon meg, jó? Pontosan erről beszél Sonja is. Ezek az emberek azt hiszik, hogy pár részlet befizetése után övék az autó. Pedig ez nagyon nem így működik. Négy havi részlettel van elmaradva. Hogy micsoda? Mondom, négy havi részlettel el van maradva. Én biztos, hogy nem vagyok elmaradva semmivel. Ennél a nőnél semmi értelme bármiféle magyarázattal próbálkozni. Egyszerűen csak fognunk kell a kocsiját, és el kell tűnnünk onnan. Egyfolytában kiabál. Fel fogja ébreszteni a szomszédokat, késő este nem van. Érdekel, rohadtul nem érdekel. Nyugodjon meg! Ha akar, elvontatjuk az autóját, amivel elég nagy kárt tehetünk benne. Már fel is van emelve. Akkor engedjék le! Azt sajnos nem tehetjük. Csak adja oda a kulcsot, és mindent kipakolhat az autóból, aztán hívja fel a bankot, és már vissza is kaphatja az autóját. Megtarthatja. Aj, Istenem! Elismeri, hogy el van maradva a részlettel? Mindjárt hozom a kulcsot. Csak szeretném az ő szájából hallani. Nehogy elmerjék mondatni! Nem fogjuk, csak vallja be, hogy tartozik. A nagy kiabálás után egyszer csak eljutott odáig, hogy kihozza nekünk a kulcsot. Azon a ponton valahogy azt éreztem, hogy nem lesz ennyire egyszerű. Miért van az, hogy kihoztam a kulcsot, de az autó még mindig fel van emelve? Kérem, előbb adja oda a kulcsot, és utána leengedjük. Nem, előbb engedjék le. Így ugyanis nem tudok beleülni, hogy kiszedjem a holmiaimat. Nyugalom, van oda bent olyan, amit ki szeretne szedni? Maga milyen nyelvet beszél? Mit nem ér? A helyzet az, hogy... Van zöld kártyája? Igen, van. De a helyzet az, hogy... Van zöld kártyája, mert ha nem értem, mit mondok, akkor fölöslegesen beszélek magához. Vagy inkább használjak jelbeszédet? Nem kell. A jelbeszédet érti? Igen, értem. Froy. Hölgyem, figyeljen rám. Most komolyan rám zárta a kaput? Bezárta a kaput, hogy ne tudjunk kimenni. Nyissa ki! Rossz emberrel kezdtek ki. Nyissa ki a kaput, amit csinált, az illegális. Miért? Mert nem zárhat csak úgy be minket. De megpróbálták ellopni ezt az autót. Megpróbálták ellopni az autóját. De ez a kapu nyitva volt, amikor jöttünk. Nem akartuk ellopni, csak vissza kell vennünk. Dehogy nem. Itt volt ez a kiabáló nő, a kaput pedig ránk zárták. Na, ilyenkor szoktuk kihívni a rendőröket. Froy, hívd ki a rendőröket. Nem, még várjunk egy kicsit. Maguk csak kihasználnak engem. És mégis hogy tesszük azt, megmondaná? Hát ezzel az autóval, csak azért, mert nő vagyok. De ez most nem fog összejönni. De mi nem a banktól jöttünk. Gyere ki, fiam, gyere! Hölgyem, csak adja oda a kulcsot, és már itt sem vagyunk. Jól van, Froy, fegyver van nála, vigyázz! Mi a fene folyik itt? Mit keresnek itt? Hölgyem, csak adja ide a kulcsot, és már itt sem vagyunk. Jól van, Froy, fegyver van nála, vigyázz! Mindenki lépjen hátrébb! Amikor megkértem magukat, hogy ereszék le az autómat, akkor maguk ezt nem tették meg. Jól van, csak... Én nem tudom, hogy kik maguk. Na jó, akkor hívjuk ki a zsarukat. Jól van, nyugi! Maguk most fenyegetnek engem? Nem merjenek még egyszer fenyegetni? Nem ez volt az első alkalom, hogy fegyvert fogtak ránk. De mivel ennek tetejébe még be is voltunk zárva, most tényleg nagyon rossz helyzetbe kerültünk. Maguk fenyegetnek engem? Én nem fenyegetem magát. Ki akarnak csinálni? Jól van, figyeljenek ide. Ki akarnak csinálni, jól van, pedig én nem tettem elmegyik. Semmi rosszat. Hé, ne érjen én csak hozzá. Neki akartam mondani, hogy akkor elmegyünk. Itt hagyjuk az autót, csak nyissa ki a kaput. Nyissa ki a kaput. Előbb tegyék le azt a hülye autót. Gyere, Froy, szedjük le. Én nem viccelek, tegyék le az autómat. Jó, de akkor oda mehetnék? Menjen, de akkor csinálja is, ne csak a szája járjon. Jól van, letesszük, de akkor kinyitná nekünk az ajtót, hogy el tudjunk menni. Előbb szálljanak be a kocsiba. Gyerünk már. Jól van, sietek. Aj, Istenem, kérlek segíts, hogy ezek az idióták eltűnjenek innen. Már megyünk is.
Kinyitná a kaput? Na jó, húzzunk innen. Ő bemett. Kiengednének? Ha letették az autómat, akkor igen. Ne foglalkozz velük. Én nem foglalkozom velük. Tűnjenek innen! Hát ez igazán nagyszerű. Most meg mit csinálsz? Ezek az emberek börtönbe fognak kerülni. Ne hívd a zsarukat. Miért ne? Miért? Mit tudnának csinálni? Ezt meg hogy érted? Fegyvert fogtak ránk. Miután eljöttünk, már nem tehetnek semmit. Szóval így állunk. Nemrég még fegyvert fogtak ránk, és ránk zárták a kaput, de ne hívjuk ki a zsarukat. Hát Freud most jobban teszi, ha előáll valami elfogadható magyarázattal. Miért ne hívjam ki a rendőröket? Úgy se tudnának mit kezdeni velük, csak ide jönnének, mi elmondanánk nekik, mi történt, aztán a sok papírmunka minek? Úgy sem fogják odaadni nekünk az autót. A kocsit elrejtik valahová. Nem tudom, mi baj a Freudnak. Mindig ő szokta kihívni a zsarukat. Az pedig, hogy nem engedte meg, hogy megtegyem, arra utal, hogy valami nincs rendben. Én viszont a barátja vagyok, és jó lenne, ha elmondaná, hogy mi újság. Mert akkor talán tudnék neki segíteni. A magyar változat a BTI stúdióban készült.